Köszöntöm kedves nézőinket, választási vitaműsorunk második fordulóján, melynek témája a városgazdálkodás, a lakásügy és az életminőség Pécs városában. Elmondom, hogy kiket hívtunk meg a stúdióba, azon túl, hogy mindjárt bemutatom őket. Azoknak a szervezeteknek a képviselőit hívtuk meg a stúdióba, akik legalább két főt állítottak az elmúlt 4 éves önkormányzati ciklusban Pécs város önkormányzatába, és engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem önöket, és be is mutassam kedves nézőinknek. Sashalmi György a MIÉP képviseletében. Jó estét kívánok! Körömi Attila a Fidesz képviseletében. Cukor Antal a Kereszténydemokrata Néppárt küldötteként. Jó estét kívánok! Hofbauer József a Civil Koalíció Pécsért szervezet képviseletében. Horváth Zoltán az SZDSZ képviseletében. Jó estét kívánok! Bókai Endre az MSZP küldötteként. Jó estét kívánok! És Barát László a Munkáspárt képviseletében. Jó estét kívánok! Szóval mai témánk, mint említettem, a városgazdálkodás, lakásügy és életminőség. Arra kérem önöket, hogy az itt látható elérhetőségeken hívjanak föl bennünket. Telefonáljanak, küldjenek SMS-t a 30-30-30-140-es számra, vagy írjanak e-mailt a forum@pectv.hu e-mail címre. Mi ezeket természetesen közzétesszük, és kedves vendégeim megígérték, hogy válaszolni fognak a kérdésekre, vagy reagálni fognak az SMS-ekre, ahogy ez itt egyébként nálunk szokás. Néhány perc múlva jövünk, addig gondoljanak arra, hogy mit fognak kérdezni. Kedves nézőink, tehát visszatértünk a reklám után, ahogy azt megígértük, és elsősorban arra várunk, hogy önök faggassák az itt ülő urakat. Ne felejtsék, ez egy választási beszélgetés. Tehát most lehet ígéreteket kicsikarni a különböző szervezetek képviselőitől egyrészt, másrészt számon lehet kérni az elmúlt 4 év történéseit. Arra kérem önöket, hogy tegyék ezt meg, hiszen ez a műsor önökért készül. Hogy miről is fogunk beszélni? Tehát a város vagyongazdálkodásáról, lakásügyeiről és a városban az élet minőségéről, amihez ugye ezek a dolgok hozzátartoznak. Én nem szeretnék kérdezési sorrendet felállítani, ez egy lazább beszélgetés, hiszen megbízunk egymásban mindannyian. A vagyonról beszéljünk először. Önök szerint az elmúlt 4 évben gyarapodott-e Pécs város vagyona? Aki kíván válaszolni, jelezze nekem. Parancsoljon, Cukor Antal. Hát a kérdés nagyon jó volt, és nagyon nehéz ennek utána nézni, mert információkat tulajdonképpen az önkormányzati képviselő a szakbizottságokban kap, a közgyűlés alatt, képviselőtársaitól, sajtóval értesül, és ha van ideje és kedve, akkor rendelkezésére áll az apparátusnál minden megtalálható ehhez kapcsolódó eszköz és irat. De az állampolgárt nem az érdekli, és a választópolgárt, hogy mi mit tudunk megnézni a belső iratokon, hanem az, hogy mit érez ő ebből a város gyarapodásából. Cukor úr, nézzük meg, mit érez. Erre készítettünk egy vitaindító bejátszást. Az elmúlt 4 év egyik legnagyobb vitát kiváltó intézkedése a városüzemeltetéssel és a vagyonkezeléssel foglalkozó önkormányzati társaságok összevonása volt. Ennek során a város egy intézményét és 2 gazdasági társaságát olvasztotta össze. A Pécsi Közüzemi RT és a Városi Vagyonkezelő Kft. 2000 decemberében olvadt össze, majd 2001 áprilisában ehhez a céghez integrálódott a Piac és Vásárigazgatóság. Az átszervezéssel a hatékonyabb létszámgazdálkodás mellett a városüzemelésre fordítható összegek növelését szerették volna elérni úgy, hogy az önkormányzati támogatást a minimálisra csökkentik. Ezzel a társaságnak önerőből kell biztosítania a városüzemeltetés költségeit. A megalakuló Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő RT ennek megfelelően járt el. A különböző városüzemelési feladatokra jutó keretösszeg változása a legmarkánsabban az útfenntartásra szánt pénzösszeg változásán látható. Míg 97 és 2000 között folyamatosan csökkent a pénzügyi keret, addig 2001-től előbb megháromszorozódott, majd 2002-ben további 2-szeresére nőtt az útfenntartásra fordítható összeg. Ennek köszönhető egy modernebb, ám drágább kátyúmentesítési technológia alkalmazása, és azok a burkolat megerősítések, amelyeket a társaság a Kossuth téren, a Kisposta-völgyben vagy a Tibor utcai járdán hajtott végre. A PVVRT a közlekedés biztonságának növelésére is hangsúlyt helyezett, új útburkolati jelek felfestésével és a forgalomirányító berendezések korszerűsítésével járult hozzá a balesetmentesebb közlekedéshez.
Természetesen nem csak a közlekedésre futotta a PVVRT által biztosított többletforrásokból. A vízgazdálkodási intézkedések, mint például a csapadékcsatorna rendszer karbantartása, vagy éppen a szökőkutak működtetése mellett a zöld területek tisztántartására is több forrás jutott, így rendezettebbé és tisztábbakká válhattak a közparkok. A PVVRT feladatai közé tartozik az ingatlan gazdálkodás is. Ezt hármas feladatkör teljesítésével próbálja meg kezelni a társaság. Az ingatlan kezelés területén főként a belvárosi üzletekre lehet büszke a cég, amely saját ingatlanjainak műszaki állapotát fejlesztette az elmúlt években. Az önkormányzati bérlakás kezelés ugyanakkor költségtakarékosabbá vált. Az ingatlan hasznosítás terén sikerült elérni azt, hogy a befolyó bérleti díj meghaladja a tervezettet, és így jelentős mértékben hozzájáruljon a városüzemelési célok teljesítéséhez. Az ingatlan fejlesztés terén a piaci lakások építésébe kezdett bele a társaság, amely a Mária utcai társasház első ütemében 22 lakást és 7 irodát már át is adott. A piaci lakásépítés folytatása a cég tervei között éppen úgy szerepel, mint a gazdálkodásba bevonandó ingatlanok körének bővítése, vagy az, hogy az ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételek ne csak a szükséges karbantartásokat fedezzék, hanem nagyobb mértékben járuljanak hozzá a városüzemelés költségeihez is. A városlakók életminőségének javításában szintén hasonlóan fontos feladatok vártak az önkormányzatra, amelynek városfejlesztési tevékenysége is aktívnak bizonyult az elmúlt években. A jogi környezet megteremtése érdekében több városrész szabályozási tervét is elfogadták, illetve megkezdték a város egységes településrendezési tervének, valamint városfejlesztési koncepciójának kialakítását. Emellett olyan jelentős beruházásokat is elvégzett a város, mint a Kálvári utca és az Ágoston tér felújítása, vagy a víz- és szennyvízcsatorna építés Szabolcsfaluban. Ezekről a későbbi adásokban bőven lesz még szó, ám további fontos területeken is folyt a munka az elmúlt 4 évben. Ilyen például a lakásgazdálkodás, amely több területen is eredményeket ért el. Ezek közül a legfontosabb a szociális bérlakás építési program. Ennek keretében előbb a Litke utcai 30 lakásos, majd az Aidinger utcai 80 lakásos garzonházat adták át, és jelenleg már folyik a 120 lakásos bérház építése az Árpád Fejedelem gimnázium mellett. Elkészültek a 60 lakásos fecskeház tervei is. A Koller utcai ingatlanban az egyetem fiatal oktatói kapnak majd helyet. A lakásgazdálkodás fontos eleme volt a meglévő értékek továbbfejlesztése. Ezt a célt jól szolgálta az a panelprogram, amely központi támogatás lehívásával 33 társasház hőszigetelését és fűtéskorszerűsítését valósította meg. A program folytatódik idén is, ebben az évben már több mint 100 panelépület felújítása készülhet el. Új lakások építését ösztönzi az önkormányzat telkek kialakításával is, ezt elsőként a Fáy András utcában tették meg. A város a lakásmobilitás fejlesztését is előtérbe helyezte. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb lakásokat fenntartani nem tudó polgárok kisebb lakásba költözhetnek, ezzel nagyobb családoknak felszabadítva szociális ingatlanjukat. Fontos eleme a lakásgazdálkodásnak a műszakilag felújításra szoruló önkormányzati lakások pályáztatása is, amely nagyon népszerűnek bizonyult az elmúlt években. Az önkormányzat 10 év elteltével végre újra önkormányzati lakásokat építetett, ezzel enyhített ugyan a lakáskérdésen, ám ezen a területen további intézkedésekre lesz szükség annak érdekében, hogy a jelenleg mintegy 2000 lakásra váró család helyzete számottevően javuljon. A lakásépítések terén elért eredmények mellett további jelentős beruházások is történtek az elmúlt években. Felújították a Jókai teret, illetve a Városházát, és elkészült a Tiborcz utcai támfal is. Kertvárosban és a város más pontjain játszótér fejlesztéseket hajtottak végre, az új, többnyire fa játszótereken kellemes környezetben érezhetik jól magukat a gyerekek. Kevésbé érezték kellemesen magukat az autósok, amikor bevezették az új parkolási rendszert a belvárosban. A háromzónás parkolási rendszer révén rendezettebbé és kevésbé zsúfoltá vált a belváros, és tervezhetőbb lett az önkormányzat bevétele is, ám a rendszer tökéletesítése még a következő hónapok feladata lesz. Az energetika terén szintén számos fejlesztés valósult meg. Beindult a közvilágítás korszerűsítési program, és elkezdődött a fűtéskorszerűsítés, az egyéni fűtésmérők felszerelésének programja is. A sikeres kezdetet most mindkét területen a kitartó folytatásnak kellene követnie. És hogy ez milyen folytatás lesz, arról fogunk most beszélni. A jelentkezők sorrendje Cukor Antal, Bókai Endre, Horváth Zoltán. Elnézést kérek a kedves képviselőtársaktól, hogy magamnál tartom a szót, ígérem, hogy önmérsékletet fogok tanúsítani, de én azok közé tartoztam, akik ellenezték a városüzemeltetési cégek centralizációját.
különböző indokokat ismertettem annak idején, ezt nem akarom megismételni. Annyit el kell, hogy ismerjek, hogy nem volt sikertelen ennek a cégnek a működése. Az első évben látható jó eredményeket ért el. Egyet azonban tudomásul kell venni, hogy egy első év sikeréből túlságosan messze menő következtetést levonni nem lehet. Tehát itt türelemmel kell lenni, és ennek a cégnek az életképességét és a további fejlődését még bizonyítania kell. Egy állampolgár az ilyen cégek működését és az életkörülményeit, az életminőségét a saját életjelenségeiből ítéli meg, és sajnos ugye egy háziasszony elmegy reggel dolgozni, vagy bevásárolni, buszra száll, hazajön, hazamegy, amilyen benyomások érik, azt nevezzük mi tulajdonképpen életminőségnek. Meg kell, hogy mondjam, hogy ma délután, és elnézést, hogy ilyen magán dolgot mondok, ma délután Cukor Antalné leesett a tetjei lépcsőről, amelyet ugye évenként kétszer javítanak, de mindig rossz. Kifordult a bokája, beverte a térdét, otthon fekszik felpocolt lábbal. Nézzék el nekem, kedves képviselőtársak, ha én most elkezdem dicsérni a városvezető koalíciót, akkor jobb, ha én haza sem megyek. Biztos lesz rá reakció, Bókajó. Köszönjük szépen, egy nagyon kedves emberi gesztust is Cukor képviselő úrnak. Mindenekelőtt, hogy mit jelentett a cég összevonás. Ismeretes dolog, hogy volt közüzemi részvénytársaság, a vagyonkezelő Kft. És későbbiekben pedig a piac és vásári igazgatóságát vonták össze. Három cégről volt szó. Egy racionálisabb programot hajtottunk végre. Erre azért volt szükség, mert ezek a cégek, főleg a vagyonkezelő Kft. Bizonyos összeget évente befizetett az önkormányzatnál. Ezekből a befizetésekből viszont átutaltunk egy másik cégnek, a közüzemi részvénytársaságnak, akik kezelték, felhasználták ezt az összeget parkok tisztítására, utak helyrehozására és egyéb feladatokra, ami a város üzemeltetéshez szorosan hozzátartozik. Na most a befizetett összeg egyszer állami adóköteles, nyilván egyszer volt rá egy adókulcs, utána az átfizetett összeg, amit adtunk a részvénytársaság részére, ezen újabb adók voltak, sokszorosan megterheltük. Ezért önmagában adódott a felvetés, hogy mivel van három olyan intézmény az önkormányzat tulajdonában, aminek közösek a feladatai a város üzemeltetésében, hogy ezt össze kell vonni. Ez az összevonás azon kívül, hogy tulajdonképpen nagy adók most már nem terhelik, hanem közvetlenül a város fejlesztésére lehet ezeket az összegeket felhasználni. Nevezetesen ez annyit jelent, mondjuk egy számot is, hogy 500 millió forint körülbelül, amit a város átutalt a közüzemi részvénytársaság számára, most ilyen költséget, ilyen átutalásokat nem végzünk. Tehát ezt a költséget, ezt a bevételt, ezt az összeget más célokra használjuk fel. Tehát a másik nagyon okos dolog volt ebből, gondoljuk el, három cégnek, három gazdaság is, a három külön vezető, három külön apparátusa volt. Ezeket össze lehetett vonni létszámleépítésekkel, megtakarításokkal. Most egy jóval kisebb, de véleményünk szerint egy sokkal hatékonyabb cég működik együtt. Ezért úgy véljük, hogy ez az intézkedésünk talán nem csak most jelen pillanatban volt hasznos, hanem hosszú távon is a város gazdálkodását biztos, hogy pozitívan segíti elő. Kormány Zoltán. Köszönöm. Ha már Cukor képviselőtársam ilyen személyes élménnyel kezdte, akkor egy személyes megjegyzést valamennyünk nevében jobbulást kívánunk Cukor Antalnak, mert nyilván, hogy ilyen kellemetlen eset történt vele, és ezt komolyan gondolom. Visszatérve a felvezetett témára, ugye a vagyongazdálkodásból indultunk ki, aztán átcsúsztunk a lakásügyekbe, illetve az életminőségbe. Ez csak nyilván, egy bemutató volt ez a film, de erről fogunk beszélni. Nyilván összekapcsolódnak ezek a témák, tehát nem is lehet igazából szétválasztani őket. A vagyongazdálkodás szempontjából néhány gondolatot mondani csak felvezetőképpen, aztán majd mélyebbre is hatolhatunk. Én, amikor erről beszélünk, külön választanám a városnak, a Pécs megyei jogú város önkormányzatának a vagyonállapotát, és külön választanám azokat a cégeket, ahol az önkormányzat érdekelt, akár 100%-osan, akár valamilyen tulajdonrésszel. Az önkormányzatnál maradva, a ciklus elején a költségvetésből, akik ezt figyelemmel kísérték, nyilvánvaló volt, hogy egyfajta vagyonfelelés folyik az önkormányzatnál. Magyarul a működési költségek fedezése érdekében az önkormányzat kénytelen volt vagyontárgyakat értékesíteni, és ezeket a működésre fordítani. Amikor elindultunk ennek a 4 éves ciklusnak az elején, akkor a városvezető koalíció
azt a célt tűzte ki a költségvetéssel kapcsolatban, hogy ezt a vagyonfejlődést megállítsuk és ellenkezőjére fordítsuk. Most én arról nem kívánok beszélni, hogy mi ennek a vagyonfejlődésnek az oka alapvetően, és ez nem csak pécsi sajátosság, hogy alulfinanszírozottak jelenleg az önkormányzatok, tehát nem kapnak megfelelő anyagi forrásokat a központi költségvetésben a kötelező feladatok ellátására, tehát a működésre, és ebből adódik ez az anomália, hogy szinte gyakorlatilag minden magyar önkormányzat vagyonfejlődésre van kényszerítve. Tehát egy ilyen állapotot örököltünk, és Pécs városa, a városvezetés saját erőből ezt a folyamatot mérsékelni, illetve megállítani tudta, képes volt erre, és itt el is hangzott a riportban is, hogy kb. 2001 volt tekinthető annak a fordulópontnak, amikor ez a vagyonfejlődés megállt. Most ott tartunk, hogy ez nem folytatódik, és ennek az eredménye az is, hogy a városi önkormányzati beruházások szemben láthatóan megszaporodtak az utóbbi másfél-két évben, amit így elhangzott ugye a Kálvária út, Ágoston tér, Jókai tér, stb. Hogyha vesszük viszont a cégeket, akkor én szerintem a cégek, és itt elsősorban ugye a PVRT, de említhetnénk a PTRT-t is, vagy a vízműveket, vagy a P-távot, tehát a távfűtő cégünket, azt kell, hogy elmondjuk, és ez vitathatatlan, hogy nagyon jól gazdálkodnak ezek a cégek. A PVRT is nagyon jó gazdája a vagyonnak, ebből tartja fönn magát, és ebből teremti elő azokat az anyagi forrásokat, amit úgymond város üzemelésre lehet fordítani. Tehát ezért gazdálkodik a saját ingatlan vagyonával. Még annyit hozzátennék, ez nem hangzott el, hogy a tömegközlekedés tekintetében is vagyongyarapodás következett be. Nem csak a buszokra gondolok itt, amit megvásárolt a PTRT az utóbbi egy-másfél évben, hanem az újonnan átadott buszpályaudvarok, a keleti részen is, Uránvárosban is, és a déli decentrum is nem sokára el fog készülni. Köszönöm, Hóbarán. Köszönöm a szót. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 4 évnek az egyik legszerencsésebb és a legjobb gazdasági döntése az önkormányzat részéről a PVVRT-nek a létrehozása volt. Nem csak azért, amit Bokai képviselőtársam elmondott, hogy közvetlenül nem kell pénzt átutalni a város karbantartására, a város üzemeltetésére, hanem leginkább azért, mert végre ebbe a cégbe elkezdődött egy olyan értékfejlesztés, egy olyan állóeszközfejlesztés, ami mindenképpen a város vagyonát gyarapítja. Ugye nagyon sokszor érte az a vád a városvezető koalíciót, hogy tényleg feléri a vagyonát, eladja azokat a szabad ingatlanokat, amelyek még rendelkezésre állnak. Ebben némi igazság van, de azért azt ne felejtsük el, hogy ezek az ingatlanok, amelyek eladásra kerültek, valamilyen féleképpen a városnak a fejlődését szolgálják. A rajtuk épült adott esetben bevásárlóközpontok a városban élők életkörülményeit javítják azáltal, hogy közelebb hozzák számukra a lehetőséget, hogy bizonyos termékeket megvásároljanak. Másrészt meg úgy gondolom, hogy egy város életében a változások azok nem biztos, hogy mindig negatívan hatnak, tehát hogyha egy területen valami új jön létre, az lehet, hogy egy darabig furcsa, de biztos, hogy előrevívő is lehet. És én úgy gondolom, hogy ez történt itt. Hát úgy látom, hogy itt akkor parancsoljon körülbelül. Köszönöm a szót. Ha én lennék a városüzemeltetési cég vezetője, akkor én ezt a filmet, amit láttunk, megvenném reklámfilmnek, és ezt sugároznám a tévében. Sajnos nem, így van. Ugyanis a reklámfilmeknek az a lényege, hogy mindig szeretnek jóval jobbat és többet mutatni, mint ami valójában van. Néhány, és az eddigi vitában elég keveset tudtunk meg, számokat nem nagyon mondott egyikünk se, én se fogok túl sokat mondani, anélkül pedig elég nehéz objektivitát folytatni, inkább néhány folyamatra világítanék rá. A filmben hallottunk játszótér felújításról, Ágoston tér átadásról, lerobbant rossz műszaki állapotú lakások felújításáról. Ezek mind folyó programok 1990 óta, minden városon, minden településen, ebben semmi extrém, semmi különleges nincs. Az Ágoston téri beruházás is, azt hiszem 3 ciklus eredménye, a városi felújítás is több ciklus eredménye, ráadásul egyre inkább kiderül, hogy ezen beruházásokhoz
amelyeket a város be tudott fejezni ebben a ciklusban, vagy épp befejezés előtt áll. Az Orbán Viktor miniszterelnök úr által vezetett kormány számos támogatást nyújtott. Szerintem ez egy fontos dolog. Jöttek kormánytámogatások a Horn kormánytól, az Antal kormánytól. Semmi extrém nem történt, ami miatt nekünk valami óriási eredményekről kellene beszélni. A lakásgazdálkodásról is hallottunk a filmbe. A polgármester úr a 98-as kampányában 500 bérlakás építését ígérte meg, szociális bérlakás építését ígérte meg. Fölépült 30 a városüzemelő cég által, nem a város építette, hanem a cég építette hitelből. Sajnos elég nehezen sikerült lakókat találni 32 négyzetméterre. Ma már valóban kevesen szeretnénk beköltözni. A 80 lakásos garzonházat átadtuk, azonban az alatta lévő garázsok és üzletek nem keltek el. A 120 lakás folyik, de tudni kell, hogy ez a 200 lakáshoz szintén az Orbán Viktor miniszterelnök úr által vezetett polgári kormány adott 70%-nyi központi támogatást. Azaz tulajdonképpen a városa beígért 500 bérlakás helyett 60-at épített föl. Az se kevés, ahhoz képest, hogy 90-an épült egy se, de az 500-tól ugye messze van. Persze október 20-a még messze van, tehát azt a 440 darab lakást még föl lehet építeni a korszerű technológiákkal, bár még azokkal is elég szűkös ez a határidő, de hát majd meglátjuk, hogy október 20-ig ez az 500 lakás átadásra kerül le. Egyéb iránt pedig a cég összevonása szerintem, én továbbra is azt mondom, hogy rossz döntés volt. Ez a cég állam az államban viselkedik Pécs városában. Láthatóan a vezetés igyekszik is ezt tudomására hozni a képviselő testületnek, hogy nem nagyon szabad kotorászni az ő ügyeikbe. Én nem tartom azt elfogadható álláspontnak, hogy nyugvópontra jutott a parkolási rendszer. Én azt hiszem, hogy a cég belső gazdálkodását, hogyha a közgyűlés pénzügyi bizottsággal együttműködve a cég vezetése engedni elvégezni, akkor bizonyára sokkal szomorúbb kép derülne ki, mint az általunk az imént látott, nevezzük egyszerűen reklám filmben lévő állapotok. Tehát én azt mondom, hogy Pécset az elmúlt 4 évben a városüzemeltetés, városgazdálkodás területén ugyanazok a szükséges, kényszerű, a korától előhívott lépések történtek meg, mint bármelyik másik településen. Különösebb olyan programok nem indultak, amik be is fejeződtek. A város élte a maga életét, ez sem kevés Magyarországon, de nagy hibába esnénk, akár a helyi kormányzók, akár a helyi ellenzék, ha azt sugallnánk, hogy egy-egy önkormányzati működés az pusztán marketing munkakérdése és eredménye. Én azt hiszem, hogy hosszú távú programok elindítása és a mindennapi élet, mindennapi megkönnyítése a feladatunk, és ebből a szempontból azt hiszem, hogy az utak felújítása és a közterületek állapota is a filmhez képest sokkal inkább kívánivalót hagy maga után, mint ahogy azt itt ebben a reklámfilmben láttuk. Kérem, hogy ne nevezze annak, mert nem az. Tehát nem fizettek érte, ezért nem lehet. Legfeljebb lehet azt mondani, hogy elfogult a film, ezt elfogadom. Én szabadon fogalmazhatok, ön nyilván nem. Nyilván. Bóka Júri jelentkezett szólásra. Köszönöm szépen. Egyébként én nem tartottam, és ezt reklámfilmnek egyszerűen tényeket bemutattad. Ezeket felsorakoztatta egymás mellé, természetesen lehet ezeket a tényeket másképp is értelmezni. Nagyon meglep képviselőtársam azon kijelentése, hogy 60 lakás épült fel. Ez számtalanok se olyan se stimmel. 30 lakást az önkormányzat tulajdonában lévő cég építette föl az önkormányzat megbízásából 110 millió forintért. Akkor még nem volt sehol, se országban, sehol semmiféle szociális bérlakás program. A 30 négyzet, 30-36 négyzetméteres lakásokról van szó,
elképesztő nagy volt a túljelentkezés. Tehát egész egyszerűen alig bírjuk kiválasztani az embereket. Nem értem az ön információját, hogy nem szívesen. Hát annyi az igénylő, hogy inkább ez a gondunk, hogy e között nagyon nehezen tudunk választani, mert a szociális helyzetet is kell tekintenünk meg, hogy ki hányi volt igényli a lakást. Tehát a 30 lakás mellett következő alkalommal felépült a 80 lakásos bérlakás. Talán szerintelenségnek tűnik, de amikor az Orbán kormány elkezdte kidolgozni a szociális lakásépítési programját, Pécsről is elkérte azt, hogy mi mit szeretnénk csinálni, milyen dolgokban gondolkodunk. És ezek mindegyike visszaköszönt. Mind a telkesítési program, mert mi nem úgy építettünk telkeket házhelyek részére, hogy utána piaci értéken liciten eladjuk, hanem azt mondtuk, hogy elsősorban annak a középgenerációnak alakítjuk ki az építési telkeket, akik rendelkeznek egy panelba lévő házzal, lakással, bocsánat, ezt tudják értékesíteni, és némi pénzzel, illetve már föl tudják venni a kedvezményes hiteleket, és ebből meg tudják az önálló otthonot teremteni, és tovább lépnek. Tehát tovább tudnak lépni. Ez a program is visszaköszön. A 30 mellett a következő ott a 80 lakásos. Ez, ha akárhogy számolom, ez így 110 lakást jelent. Emellett még megépültek, hát ezt nem szoktuk felsorolni, mert ez a jéghegy csúcs, ezek a leglátványosabb. Győrtelepen megépült 8 lakás, amit átadtunk az ott lakóknak, külterületen. Épültek ugyanakkor romák részére lakások, szintén önkormányzati támogatása, önkormányzat aktív közreműködésével. Tehát jó néhány más lakás készült el. Most amikor Toller László polgármester azt ígérte, hogy 4-500 szociális bérlakás prezentál a város számára, ez nem feltétlenül azt jelentette, hogy csak az új lakások megépítéséről van szó, hanem azt jelentette, hogy visszahozzuk azokat a lakásokat, ami műszakilag enyészett, és nem lakja senki, ezeket teremtjük meg, és mellett a másik, ami szintén kevésbé látványos és nehéz bemutatni, még egy ilyen reklámfilmben is, hogy több mint 150 lakást vásároltunk vissza. Ez azt jelenti, hogy a határozaton idejű lakóktól visszavettük ezeket a lakásokat, és az arra rászorulók tömegének adtuk ki. Tehát ezeket a statisztikákat egyébként nagyon pontosan lehet követni, hiszen lehet látni, hogy hányan kaptak lakást mondjuk 98 előtt, és hányan kaptak a 98-as évektől lakást. Tehát azért mondom, hogy ezekből számok, ezek biztos, hogy állnak, és nem nagyon értem ezt a felvetést, de természetesen nagyon szívesen vitatkozok ezekben a dolgokban. Tehát azt mondom, hogy a lakás, és a másik, még nem beszéltünk arról, hogy még 60 lakás meg fog épülni. Most ezek a programok, amik elindultak, ezek mind olyanok, hogy a 120 lakás például decemberben átadásra került, tehát lakhatóvá válik. Az épület alapfalai már... Többen jelentkeztek még szólásra, de ilyenkor a viszontválasz lehetősége mindenkit megillett természetesen. Köszönöm szépen. Én azért hoztam ide ezt a témát, mert elhangzott egy 98-as ígéret, és ilyenkor ezeket össze kell vetni a teljesüléssel. Bókai úr ugyan a lakásbizottság elnöke, de akár szerint rosszul tudja, mert a műszakilag rossz állapotban lévő lakások felújítása az 1990 óta folyó program. Évente különböző számban, minden évben több tucat volt, amikor 10, volt, amikor 80, volt, amikor 100, volt, amikor 30 ilyen lakást újított fel a város, és forgatott vissza a lakásgazdálkodásba. Ezt vegyük ki, ez egy folyamatos program, ebbe előrelépés nem történt. Polgármesterről azt mondta, hogy 500 új szociális bérlakást fognak építeni, 30-at valóban felépítette a PVVRT hitelből, vegyük a város által fölépített mennyiséghez, 80 lakást szintén átadott a város, ehhez adott a kormány 70%-os támogatást, ezért, hogy számszerűsíteni lehessen és össze lehessen vetni a 98-as ígéretekkel, nagyon egyszerű, pontosan 30%-át finanszírozta az önkormányzat, 70-et a kormány, 30% az ugye 24 darab bérlakás, 30 meg 24, az 54 darab bérlakás. Én jogi személyen 60-at mondtam, kerekítsük fölfelé, de nem a számokon van itt a hangsúly. Ha valaki ígért 500 darab fölépítendő új szociális bérlakást, akkor ezt a ciklus végén össze kell vetni. Én csupán az összevetés kedvéért mondtam el, 500-at ígért a polgármester úr, 56-at épített fel a város saját erőből, ami többi fölépült, az a kormányzati támogatásból épült fel, mindenképpen hiányzik 440 darab szociális bérlakás, ami pedig azt illeti, hogy mekkora volt a keletje ezeknek a bérlakásoknak. Én akkor nem tudom, miért tárgyalta a testület, például a 80 lakásos háznál többször a bérlő kijelölést, elég nehezen sikerült bérlőket találni. A Fáj utcai építésre, piaci alapú építkezésre pedig épp a legutóbbi bizottságülésen tárgyaltuk, hogy
most már én magam is megszavaztam egyébként a bizottság hozzájárult, hogy minden különösebb szabály nélkül, aki jelentkezik, az vásárolhassa meg az ott félkész, lassan félkésznek felépült házakat, mert arra sincs jelentkező, valamilyen módon rossz a konstrukció. Én mindezt csak azért mondtam el, hogy ezeket a tanulságokat vonjuk le, és az idei 20-ai választás után, jövő hónap 20-ai választás után vonjon mérleget a testület, hogy például a lakásépítések területén az elmúlt 4 év meghirdetett programjaiból összevetve az elkészült programot, és ezekből a hibákból milyen következtetés van le, és milyen irányba kívánja továbbvinni a pécsi szociális bérlakásépítéseket és a piaci lakásépítéseket, teleki jelöléseket. Még egy válasz mondjuk. Köszönöm szépen az új válasz lehetőséget. Képviselő úr, nincs félkész lakás. Mi csak telket adtunk, tehát ott az épített, az már magántulajdonban lévő építkezések. Tehát az nekünk, ilyen értelemben nincs közünk, valószínűleg ez elkerült az ön figyelmét, tehát ezzel én nem értek egyet. Azzal, hogy a kormány adta, értem most már a logikáját, tehát hogy nem a város épített, hanem a kormány adta. Én szeretném az ön figyelmét is felhívni, hogy ez a város adózik. Ez nem a kormány adja ezeket, nem Orbán Viktor teremti erőt az összeget, hanem az ország népe egy adót befizet, és ezekből az adókból különböző helyekre, különböző célokra juttatnak vissza. Na most ez így került a városhoz. Én egyébként mindig hangsúlyozom büszke pécsi polgárként, hogy ez a város óriási adó fizet be a központi kalapba, többszörösét annak, mint ami itt marad, és úgy érzem, hogy nagyon jogosult a város ilyen adókból való újabb részesedésre. Mi nagyon szívesen látnánk, hogyha a finanszírozás nem így történne, hanem a finanszírozás úgy történne, hogy nem 40%-át hagynák csak itt a személyi jövedelemadónak, hanem adott esetben 50 vagy 60%-át, mi ezzel boldogan kiegyeznénk, és kormánytámogatás egyáltalán nem kellene ahhoz, hogy megépítsük ezeket a lakásokat. Tehát mi egy kicsit másképp nézzük ugyanazt a dolgot, amit ön is. Még egyetlen egy dolgot mondjak, hogy ezek, hogy a garázsok Ajdingerben mennyibe kerültek az ott lévő dolgok. Kérem szépen, központba letelefonáltak nekünk, ma is működik ez a telefon, hogy ha a lakások értékét négyzetméter állát nem visszük le 120 ezer forint per négyzetméter alá, akkor nem nyer a város. Mindenki ismeri a korábbi évek vezetési stílusát, mi levittük 120 ezer per négyzetméter alá a lakások árát, és ezt úgy tudtuk megtenni, hogy ráterheltük a garázsokra, ráterheltük az ott lévő üzletekre. Azért, hogy a város nyerjen. Így lett egy 360 millió forintos beruházáshoz 180 milliós központi hozzájárulás. Nem támogatás, nem leosztás, nem kegy, hanem egy hozzájárulás. És mi ebből építettük fel ezeket az épületeket. Köszönöm. Ne haragudjon körül, mire a többieknek is meg kell adnom a szót, és sokan várnak. Vissza fogom kérni a végén, mert jó, ne hagyjunk el. Természetesen, válaszolhat rá, nincs. Nem tilos, csak engedje meg, hogy a többiek is szóljanak. Nekem van egy utatom, én jönnék, de én egy picit formabontó leszek ezzel a lakáskérdése kapcsolatban, és én felajánlom, hogy a Körömi úr most adja meg ezt a választ, és utána visszakaphatnám. Hát utána akkor más kapja, mert akkor jó. Nem adta át. Parancsoljon. Igen. De nem ön következik. Cukor úr jön, utána a Hofbauer úr jön, utána jön ön, de most a Cukor úr át nem szólal meg, helyette Körömi úr válaszolat. Köszönöm szépen ezt a lovagrias felajánlást. Nos tehát, az önkormányzatok finanszírozása 90 óta gyakorlatilag változatlan, tehát ez, amit Pókai úr mondott, hogy jogosan tart igény a város a befizetett adókra, ez 90 óta igaz, igaz volt a Horn kormány alatt is, a Horn kormány mégsem hirdetett meg szociális bérlakásépítési programot. És a másik mondatom, ami azt visszakértem a szót igazából, és itt óriási különbség van a polgári oldal és a szocialista párt fölfogása között, én nem használtam azt a szót, hogy adta. Ezt a szót önök szeretik használni, a polgári kormány támogatásával épült föl a 80 lakásos garzonház. Ezt nem az Orbán Viktor miniszterelnök adta, a kormány támogatásával épült föl. Hogyha az önök szótárában ez az adta szó jelentőséget kap a szociális bérlakások építése területén, akkor azt én azt kérem, hogy csak az önök által létrehozott bérlakásokra használják, és ne próbálják a szánkban azokat a szavakat, amiket mi nem használunk, mert úgy gondoljuk, hogy a polgároknak nem adni kell, hanem támogatni, segíteni kell őket. Köszönöm szépen. Lesz mód erre válaszolni, elígérem, de engedjék meg, hogy a többiek is szóljanak, és talán
az azonos érdekben gondolkodók, vagy azonos elvek alapján gondolkodók, vagy közeli elvek alapján gondolkodók is meg fogják adni a választ rá. Hova erről lesz? Köszönöm a szót, és hagyd kapcsolódjak köröm képviselőtársamhoz. Szóval a számtanra visszatérve, amit tetszett mondani, kicsit nagyon fals ez a számtan. Tudnélik, egyet hagyunk ki ebből a gondolkozásból. Az a felépült lakásmennyiség, az nem Pécset van. Azt nem a pécsiek használják? Azzal nem a város gyarapodott? Nem mi gyarapodtunk? Nem mi lettünk többek? Én nem erre válaszoltam. Én így értettem az ön által elmondottakat, de úgy gondolom, hogy ez a város gyarapodott ezzel. Igen. És hadd kapcsolódjak még ahhoz, és hadd vitatkozzak önnel, hogy említette, hogy egy elhibázott gazdasági döntés volt a PVVRT-nek a létrehozása. Nézze, azt hiszem, hogy Bókai úr az elején elmondta, hogy itt adózási gondok miatt. Tegyük föl, hogy van egy cégünk, amelyik adózás előtti eredménye 200 millió forint. A 18% minimálisan szükséges nyereségadót befizeti, és osztalékként, amiután újra adózik, befizet a városnak, mit tudom én, 100 milliót. Ezt a 100 milliót utaljuk át a régi vagyonkezelő RT-nek, amelyik ezt a 100 milliót a parkokra fordítja. Ma ez úgy néz ki, hogy nem 70-80-100 milliót, hanem 200-250 milliót fordítunk például évente a parkosításra, a kaszálásra. Azt hiszem, azt ön is észrevette, hogy évente nem háromszor kaszálnak itt az elmúlt két évben, hanem 6-szor. A belváros sokkal virágosabb lett, ami még gond, hogy a külváros nem igazán, de már ott is megjelentek a virágok a parkokba, és úgy gondolom, ez az elkövetkezendő 4 évnek a feladata, hogy egyre több helyen jelenjen meg. És én úgy érzem, hogy ez jelentősen növeli a város vagyonát. Lehet, hogy képletesen csak, és forintálisan ezt nem lehet megfogalmazni, de én úgy gondolom, hogy az a város, ahol jó érezzük magunkat, és szebb, mint korábban, az gyarapodott, és ezáltal a vagyona is. Köszönöm szépen. Sasámjúra. Egy városnak a gazdálkodása a rendelkezésre álló pénzügyi forrásoknak a függvénye. Ez egyértelmű. És végeredményben Pécs városánál, ami meghatározó, az a költségvetési támogatás. Az egyéb bevételek nyilván végtelenségig nem növelhetők, mert az állampolgároknak a terhét, tovább adózott terhét nem lehet növelni. Ebből következik az, hogy itt igazából jelentős elmozdulás azt jelentene, hogyha az önkormányzat hozzá tudna járulni ahhoz, hogy prosperáló gazdaságok számtalan száma jelenne meg, és adófizetőként besegítene az önkormányzatai feladatainak a teljesítésébe. Sajnálatos módon úgy érzem, hogy az elmúlt ciklusokban, és ebben a legutóbbi 4 évben is, ez nem igen történt meg. Tehát én ezt egy alapvető fontosságú dolognak tartom. Ami a város üzemeltetési cégnek az összevonását illeti, azt alapvetően jónak látom, a Pásár igazgatósággal történő összevonását már kevésbé. Tehát az, hogy egy város üzemeltető és, illetve nem város üzemeltető, hanem tehát egy üzemeltető és egy fenntartó kezelő cég külön-külön működött, ez tényleg érdekes ellentmondásos helyzetet teremtett. Sok esetben azonban az, hogy miért kellett ehhez hozzácsapni még a vásárigazgatóságot is, azt nem egészen értem. Ott ténylegesen olyan bevételek jelentek volna meg, amelyik esetleg érdemes lett volna arra, hogy közvetlenül döntsön az önkormányzat képviselő testülete, hogy az adott körülmények között mire használható legjobban. És nem ez volt az egyetlen egy olyan tevékenység az önkormányzatnak, ahol megpróbált egyfajta centralizáló politikát folytatni gazdasági vonatkozásban. Ugye az intézményrendszereknél is létrehozott egy úgynevezett kiskincstárat, tehát így becézgetik, amelyik ugyancsak szerencsétlen következményekkel járt nagyon sok intézménynek a működése szempontjából, hiszen ezzel az egyébként retorikailag függetlennek tekintett intézmény működést tették lehetetlennél. Örökké az önkormányzatnak a köldögzsinórián függ minden döntésével kapcsolatosan, még a legpitiánerebb döntéssel összefüggésben is.
A Horváth úr, utána Cukor úr és Bókai úr. Kölemi úrhoz intéznék egy-két gondolatot, de rögtön akkor sosem, amik itt utána szület, ezt azt mondom. Jó, rendben. Itt a függetlenség vagy a függőség kérdése, azt tisztázzuk azért, hogy szakmailag jelen pillanatban sincs Köldökzsinóron egyetlen intézmény sem az önkormányzattól. Ez, amit ön függésnek nevez, ez kifejezetten a gazdálkodással, a gazdasági kérdésekkel kapcsolatos, és ott is az észszerűség motiválta ezt. Szakmailag továbbra is teljesen függetlenek az intézmények, és az a lényeg szerintem. Körömi úrhoz lenne egy-két megjegyzésem. Nem értek azzal egyet, hogy az elmúlt 10-12 év alatt nem változott meg az önkormányzati finanszírozás. Lehet, hogy a technikák maradtak ugyanazok, de a mérték az biztos, hogy nem, mert a kezdeti helyben megtermelt adóknak, amikor ugye kb. 30-35%-a maradt helyben, mostanáig lesüllyedtünk az 5%-ra. És a többi tíves De, 5%-on tartunk. Bocsánat, önök a szabadon elköthető összegről beszélnek, szerintem ne. Ez téves számú. Most van folyamatban, az a jelenlegi kormányzat határozta, hogy ezt növelni fogja. Nyilvánvalóan a visszajutatásokkal ez máshogy alakul, csak a helyben maradókról beszélek most. Ez lecsökkent, nem a Fidesz kormányzat kezdte ezt el, még a horkormányzat idején is csökkentették sajnos, de olyan lehetetlen állapotba jutottunk, hogy amiről beszéltem a vagyonfelés is, ennek részben ennek a következménye. A lakásokra visszatérve, nekem is egy kicsikét furcsa az a fajta csavaros logikai megközelítés, hogy ugye itt összeszámolhatjuk a 30, a 80, a 120, meg az a 60, ami most elkezdődött lakást, hogy hogy jut el körömi képviselőtársam arra, hogy ez gyakorlatilag ez csak 60-nak tekintendő. Hogyha számtanozunk, akkor én is azt vallom, amit a Hogbauer képviselőtársam, hogy ez itt van Pécset jelenleg, megvan, kézzel fogható. Tehát különleges bűvészülőkre nincs szükség, hogy bebizonyítsuk, hogy ez nem annyi, hanem csak 30 mondjuk. Én ezt nem értem igazából, ezt miért kell. A PVVRT-re visszatérve, nem tisztem, hogy megvédjem a PVVRT vezetését, de mivel nincsenek itt, és nem tudnak vitába szállni, azért egy-két megjegyzést tennék, amit a felvezetőben Körömi úr megjegyzésként mondott, és úgy próbálta leírni a PVVRT-t, hogy állam az államban, és hogy betekinthetetlen, nem kap információt a képviselőtestület. Én nekem az a tapasztalatom, és több más képviselőtársamnak is, sőt, még a fideszes képviselők is mondták azt, hogy bármikor, bármilyen információ ésségét a képviselőknek kielégítették a PVVRT vezetői, sosem zártak el semmiféle információt. Lehet, hogy egy ominózus esetre gondol itt a szerződésre, ugye a parkolási rendszerrel kapcsolatban. Ott valóban voltak bizonyos dolgok, amik esetleg nem úgy kellett volna csinálni, de egyébként én nem tudok olyan esetről, amikor ellettek volna zárva a képviselők az információtól. Tehát nem, szerintem nem kéne úgy lefesteni a PVVRT-t, mint egy átláthatatlan, betekinthetlen. Volt egy olyan megjegyzése is a képviselőnek, hogyha ott be tudnánk menni és vizsgálódni tudnánk, akkor lehet, hogy nem is olyan tények derülnének ki, vagy adatok derülnének ki, mint amit most tudunk. A városvezető koalíció meghirdette az átlátható nyitott várospolitikát, és ebbe a PVVRT is beletartozik. Nyitott könyv a PVVRT gazdálkodása, senkivel nincsenek elzárva az adatok, még a részletek sem, és én ezen abszolút nem tudok egyetérteni. Gondolom megvárja Cukor úr válaszát, és aztán lesz is egy kérdés. A névre szóló kérdésekkel kapcsolatban el kell mondanom, nem volt időm elmondani, hogy a névre szóló kérdésekre úgy tesszük fel a kérdést, hogy bárki válaszolhat, tehát nyilván a megkérdezett elsősorban, de a többiek is a kérdésre elmondhatják a válaszukat. Így adjuk meg az esélyt mindenkinek. Cukor úr. Köszönöm a szót. Hát uraim, lehet, hogy én egy picit ünnep és formabontó leszek, ünneprontó és formabontó, mert el kell mondanom, hogy én a KDNP képviselőjeként kerültem a pécsi önkormányzatba, és a KDNP-nek egy eléggé speciális véleménye volt és programja a lakásépítéssel kapcsolatban 98-ban. Ez pedig az, hogy ide lenne lassanként befejezni a panel jellegű házak építését, és pont az állampolgárok életminőségének javulása érdekében a családi házas építés felé kellene fordulni. Tudom, hogy itt most mindenki mosolyog és azt mondja, hogy utilitárisztikus dolgokat mondok, nem. Ez a polgári társadalmakban már hosszú évekkel ezelőtt megvalósult ez a program,
és szociológusok kimutatták, és ha visszatesznek emlékezni, van, amikor még úgy a 80-as években ezek a rózsaszín ellenzékiek pedzegették, hogy bizony ezeknek a lakótelepeknek rendkívül rossz hatásai lesznek később a ifjúságnevelése és a szociális körülményekre. Mi egyértelműen egy olyan lakás építési programot tudnánk támogatni, ahol egyértelműen családi házas lakóházak épülnek, el tudjuk képzelni, hogy van egy ilyen átfutás, hogy vannak még olyan lakások, amelyek panel jellegűek és kis alapterületűek, abból lehet költözni egy életminőség javulása következtében egy nagyobb alapterületi bérlakásba, de a cél egyértelműen a családi házas infrastruktúra kialakítása a városokban és a városok környékén. Ezzel én nem mondtam újat, mert ez a világon már bebizonyosodott, hogy ez a járható út, és mi egyértelműen csak ezt tudjuk támogatni. Köszönöm. Több megszólítás volt körülményhoz, de azt gondolom, hogy lesz mire válaszolni, ha meghallgatjuk Bokka Jura. Jó, köszönöm szépen. Én azt hiszem képviselőtársam egy kicsit a lelkiismeretével küzd, amikor a lakásprogramot így módon bírálja, hiszen ismeretes dolog, hogy 98 előtt nem épült lakás. Most a jelenlegi struktúra, amivel rendelkezünk, egy rossz műszaki állapotú állomány, ez igényli az igénylők mellett, tehát a lakásigénylők mellett ennek a felújítása és a lakásépítést. Sajnos a 90-es évek elején volt egy lakásértékesítés, ami elhibázott volt. Nem abban volt elhibázott, hogy 18 ezer család vette meg a lakását, ez egy nagyon jó dolog. Mi véleményünk az volt, hogy ez egy picit a városlakók úgymond kárpótlása. Az volt a nagyobbik baj, hogy ezek rendkívül alacsony áron mentek el, még ez is elnézhető dolog, de akkor befolyó 2,4 milliárdos forintot, ezt mind valamire elköltötték. Hogy mire, azt pontosan ma se tudjuk, és ebből semmi nem került be a törvény által előírt lakásalapba. 94 áprilisában született meg ez a törvény, attól kezdve minden eladott lakást be kellett tenni egy alapba. Nos, akkor az önök politikája az volt, hogy gyorsan eladunk minden lakást, hogy ne kelljen ebbe az alapba betenni, és szabadon felhasználjuk ezt a költséget. Viszont azért volt ez, mondjuk azt, hogy elhibázott ez a politika, mert a 90-es években a betonba, a panelokba felnőtt egy nemzedék, és most kéri a helyét. De azoknak nem tudunk családi házat építeni, ennyi pénzünk a világon nincs. De a cukorképviselőtársam egy kicsit figyelt rám, akkor előbb mondtam el, hogy a telkesítési program az pont ezt a célt szolgálja. Tehát, hogy olcsó, 1,2 millió forintos telkeket biztosítsunk azok számára, akik a panelból tovább akarnak lépni. És ők már föl tudják venni a kedvezményes kölcsönt is, és ezt összehangoljuk így az állami szolgáltatásokat. Tehát a kettő egyszerre működik, tehát van egy folyamatos továbblépési lehetőség. Sőt, itt a filmben is kiderült, és nagyon jó volt ez az összefoglaló, hogy a nagyobb lakásokban magukra maradt idősek, viszont bizton pályázhatnak a kisebb önkormányzati lakásokra, ahol a költségek is kevesebbek, jobban fel lehet tartani, és ez gyakorlatilag ők is egy számukra egy megint jobb és normálisabb körülmények közé kerülnek. Tehát nekünk a vitánk, azt hiszem, körülményeltől a képviselőtársunkkal az van, hogy mi már egy kényszerpályán is vagyunk, tehát nem tehettük, hogy nem építünk, és Pécs bebizonyította, hogy a saját útját járja, mert maga kezdte a lakásépítést, és akkor még nem volt semmiféle állami támogatás, az csak jól jött. És előtte sajnos a felhalmozott összegből kellett volna elkezdeni befektetni, lakásokat építeni, gondolva arra, hogy fiatalok fogják igényelni ezt a szolgáltatást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az imént láttunk egy kérdést a képernyőn, gyakorlatilag ugyanaz volt a tartalma, amit Bokai úr föltett önnek. Azt gondolom, ha most ezt megválaszolja Körömi úr, akkor addig mindenki tud gondolkodni azon, a reklám alatt majd, hogy a tetjétől a Mixát útig miért nincs patika, élelmiszerbolt és köztisztaság, szólt így egy SMS kérdés. Tehát a kérdés az volt, hogy 94 és 98 között eladott bérlakásokat miért nem forgatták be egy szociális bérlakás alapba? Szerintem a kérdés nem ez volt, mert ez egy tájékozatlan megjegyzés. Ez nézői kérdés volt, Körömi úr, én azt tettem fel. Ugyanis a Bóka úr ugye azt mondta, hogy 94 közepétől kell betenni a lakás alapba. Én arra vagyok a híve, hogy akkor válaszoljunk pontosan és közérthetően. Pécs városa az országban elsőként hirdetett meg egy jelentős lakáseladási programot 1991-ben. Mire az a törvény megjelent, hogy lakásalapba kell elhelyezni, addig Pécs városa
az értékesített lakások tekintetében kb. 90%-át már eladta, és a fönnmaradó 10% került be kb. Ebbe a lakás alapba. Azonban Bókai úr rosszul tudja, az értékesített lakások árából indította el Pécs városa szintén akkor egyedülálló volumenű csatornaépítési programot, és ma már mindenki tudja, hogy amennyiben egy adott területen nincs csatornázás, ott alacsonyak az ingatlanárak, a fejlesztés lehetetlen. Pécs városa akkor rugaszkodott el az országos átlagtól, egyébként, hogyha előveszi a város 90-91-92 és így tovább költségvetéseit, abból pontosan látja, hogy a beruházási összegek döntő mértékben meg fognak egyezni, nagyon nagy számú meg fognak egyezni a csatornára, csatornaépítésre elköltött összegekkel, ezek pedig meghaladják az eladott lakások értékét, azaz önök hiába hajtogatják imamaromként, hogy a város fölölte azt a lakásvagyont, nem élte föl, átforgatta csatornaépítésbe, amelyet egyébként akkor Péter Pál, SZDSZ-es bizottsági elnök úr, közgyűlésen belül ő vezényelt le, meg kell őt kérdezni, ő talán még pontosabb számokkal is tud ennek, önnek szolgálni. De én Cukor úrral értek egyet, ugyanis, hogyha Bókai úr logikáját követjük, és a város mondjuk nem adja el azt a csaknem 20 000 bérlakást, akkor a kérdésem a következő, akkor több szociális bérlakás lenne a városban, nem lenne több. A Horn kormány nem indított bérlakásépítési programot, a polgári kormány indított, és a városban viszont mi 1993-tól elindítottuk az első lakáshoz jutók programját, itt van, csak le kell porolni. Pécsi nagyon elismert lakásműhelyek írták közösen ezt a programot. 96-ban sajnos a helyi MSZP-SZDSZ többség ezt kidobta az ablakon. A program hatálya alatt 848 darab családi ház építését segítette. Akkor a város, a program továbbfejleszthető, csak elő kell húzni, aktualizálni kell és újra be kell indítani, tehát nem igaz, hogy nem épültek lakások, több lakásokat nem építettünk, ellenben nagyobb számban támogattunk, mint a most fölépített lakások, nagyobb számban támogattunk családi házas építkezéseket a városban. Köszönöm. Annyit, hogy reklám következik most, és a reklám után folytatjuk. A kérdés az tetjétől a Mixátútig, miért nincs patika, élelmiszerbolt és köztisztaság. Nyilván erre még lesz valamilyen reakció az iméntiekre, de utána azt kérem önöktől, hogy inkább haladjunk a jövő felé, mert már 1991-nél tartunk. Jó reklamtatás következik, mint egy kicsit élénk volt a vita, hiszen parás hangulatban hagytuk abba a reklám kedvéért. A vitát, ha engedik, bemutatom ma esti vendégeinket, most fordított sorrendben. Baráth László a Munkáspárttól, Bókai Endre az MSZP-től, Horváth Zoltán az SZDSZ-től, Hofbauer József a Civil Koalíció Pécsért, Cukor Antal a Kereszténydemokrata Néppárttól, Körömei Attila a Fidesztől és Sashalmi György a Miért-től ma esti vendégeink. A témánk pedig a vagyongazdálkodás, a lakásügy és az életminőség. Most kitárgyaltuk idáig a lakásügy millió gondját, baját, múltját, viszont a jövőről is esett már néhány szó, de még nem elég, azt gondolom. Ugyanakkor természetesen azt várjuk, hogy önök kérdezzenek tőlünk a szokásos elérhetőségeken, az 510-00, 800-00, 9-es telefonszámon, a Vestel 3030-140-es SMS számán és a forum@pectv.hu e-mail címen. Arra kérjük önöket, hogy tegyék fel kérdéseiket. Na most egy már jött a reklám előtt is, egy olyan, ami azt kérdezi, hogy a Tetjétől a Mixátútig miért nincs patika, élelmiszerbolt és köztisztaság. Erre szerintem vannak jelentkezők. Cukor úr. Hát újra kénytelen vagyok elsőnek reagálni a kérdésre, mert én a Tetje környékén lakom, és bizony meg kell mondanom, hogy a Tetje környékét én úgy értékelem, hogy a város mostoha gyereke. Ez nem vádaskodás, ez egyszerű tény. A tisztasággal kapcsolatban szinte teljesen a lakókra hagyatkozik a rend. Eléggé öntevékenyek az emberek, eléggé igyekeznek tisztán tartani a területüket. Ebben az évben láttam először a 4 év alatt, hogy megjelentek ezek a bizonyos fűnyíró emberek, és a parkokat és a derékig érő füvet lenyírták,
bizonyos helyeken, de meg kell, hogy mondjam, hogy Hegyalja utcában és környékén, nagyon sok helyen, ahol gyerekek játszanak, derékig érő fű van, nem csak parlagfű, hanem egyáltalán rendkívül kedvezőtlen a dolog. Az utak állapota pedig én egyszerűen nem értem. Mint önkormányzati képviselő... Bocsásson meg, az a kérdés, hogy miért nincs patika, élelmiszerbolt és köztisztaság? Tehát ezeket nem felejtsük ki. Akkor elmondtam, hát kérem, patika azért nincs, mert a patikákkal nem sikerült megkötni azokat a szerződéseket, amelyet az önkormányzat elképzelt, elgondolt. A patikák elkezdtek önálló életet élni, és egyszerűen felmondták ezeket a szerződéseket. Egyik patika például megszűnt, gondolom nyugdíjaztatás miatt a környéken, és gondoskodni kellene az önkormányzatnak, oda kellene figyelni bizony erre a dologra, hogy olyan feltételeket biztosítani egy patika létrejöttéhez, amelyik a környéket lefedi. Tehát nem kell elmenni a Lánc utcától kezdve elég nagy távolságra a patikákhoz. Hofbauer. Én azt hiszem, hogy ennek a legfontosabb oka az, hogy a vállalkozóknak nem éri meg azon a területen újabb élelmiszerboltot nyitani, hiszen azt tudjuk, hogy azon a környéken 3-4 élelmiszerbolt volt a korábbi években, de hát sajnos mind tönkrement, maradt 2, egyet Tetyén, egy pedig a Mikszáth Kálmán utca sarkán, de hát hogyha megnézzük, azért ez nem egy akkora nagy távolság, és nem akkora területet lát el, hogy ott még többet elbírna, mint hogy ez a gazdaság életbe is bizonyította. A patikák pedig hát területhez kötöttek, úgy kapták az engedélyeket, és hát azon a környéken sohasem volt fönn patika, és jelen pillanatban sincs, és nem az önkormányzatnak a feladata, sem az élelmiszerbolt, sem pedig a patikán szerint nem az önkormányzat feladata. Bizonyos értelemben. Biztosítson egyfajta ellátást? Nem vagyok benne 100%-ig erről meggyőződve. A patika ellátást ez egy törvény szabályozza. Tehát meghatároz a törvény, hogy mekkora népesség számára kell biztosítani bizonyos területeken patikát. Tehát ez nem annyira kezdeményezés, tehát az, hogy egy vállalkozó gyógyszerész megkapja az engedélyt, akkor a törvényi előírásoknak meg kell. Tehát ez akkor korlátozó törvény? De hát ez egy korlátozó törvény, igen, egy bizonyos számú népességre kivitetve lehet patikát létesíteni. A másik, a Tetyétől lefelé jövünk, azért Tetyén is működik egy kis élelmiszerbolt. Az Ótemető utca sarkán működik egy élelmiszerbolt, lejövünk tovább, akkor a szintén a Kálmán utcán. Tehát hogy az azt jelenti, hogy nincs annyi ember azon a térségen, hogy kötelező legyen patikát nem építeni? Nem él. A népesség nem oly sűrű, hogy így mondjam, ez egy nagyon rossz kifejezés, elnézést. De hát ez egy szakkifejezés. Igen, amiért építenek, és a patikák a másik a piaci törvényszerűségek alapján inkább húzódnak a belvárosba, mert ez a belváros központi helyen van jobban megközelíthető mindenhonnan, tehát a buszjáratok is ide járnak le inkább. Annak ellenére, hogy egy-egy idősebb ember, én teljesen megértem, hogy ez komoly problémát jelent, hiszen éjszaka gyógyszerre van hirtelen szükség, és könnyen lehet, mert ez a városrészben az idősebbek laknak, sajnos ő nekik le kell menni a városba. Ezt nem tartom jónak, csak azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy ennek törvényi előírásai is vannak, tehát azt szabályozza. Az élelmiszerboltoknál, ha így a Tetyétől most gondolatban jöttem lefelé, 3 kis élelmiszerboltot tudok felsorolni. Itt is arra van szó, hogy a piaci törvényszerűségek érvényesülnek. Megjelentek a nagy bevásárlóközpontok, ahová elmennek, a népesség nagyobb százalék ott vásárolja meg az egész heti szükségletét. Ezek a kisebb boltok ott virágoznak, ahol a napi szükségletre úgymond átmennek a lakók. És ezek az idősebb emberek, akik a mondjuk tejet, kenyeret, alapélelmiszereket itt tudják megvásárolni. Tehát az ellátásuk azért, hogy ha ez teremtődik erre piac, akkor ez járható. Tehát, hogy jövünk lefelé Tetyénél egy egyenes vonalban, mondom, itt 4 kisebb boltot lehet találni. Cukorú? Szeretném valamit kérdezni a Pokai képviselő úrtól. Biztos abban, hogy az a bizonyos népesség ellenőrzés az olyan friss, hogy megfelel a jelenlegi állapotoknak? Tudjuk, vegyük figyelembe, hogy ez a bizonyos Mecsek oldal, Tetye oldal, ez a rész, igen nagy mértékben beépült és felfutott a népesség. Mikor vajon ez a létszám megállapítás?
Hát én most a tetjétől lefelé gondolkodok ezekben a kis házakban, amit sokat felújítottak most. Én nem emlékszem, hogy ott nagyon ugrásszerűen nőtt volna a népességszám, de ez nem a mi hatókörünk, szóval mi ebben nem tudunk beleszólni, ez statisztika, akik végzik, dolgoznak ezeken a dolgokon. Tehát ebben nem tudok én önnek olyat mondani. Vannak területek a város szélén, például kint a keleti város részben, ahol robbanásszerűen növekedtek. És ott az újságban is olvastak a minap, hogy bizony létesülnek patikák, orvosi rendelők megosztására van szó, itt új patacsot értem ez alatt. Tehát ilyen területeken biztos, hogy növekszik az ellátás. Most az önkormányzatnak ilyenkor nincs az a hatókör, hogy elrendelje. Tehát nem tudja elrendelni, nem tud beleszólni direkt eszközökkel, esetleg közvetett eszközzel, hogy azt mondja, hogy kérem, szívesen kiadom itt az engedélyt, mert valóban szükség van rá, és egy ügyes vállalkozó felismeri ezt, akkor valószínűleg létesül is. Ehhez? Igen. Parancsolok. Ugye gyógyszertárak és köztisztaság. Gyógyszertárakról a következőt gondolom. Egyrészt az ilyen típusú műsorok sose fognak választ adni arra az ilyen konkrét felvetésre, hogy miért nincs olyan gyógyszertár, nem tudjuk. Azonban kétféle módon lehet közelíteni az olyan típusú problémákhoz, amelyek döntő mértékben törvényi szabályozást igényelnek, de egy nagyvárosi önkormányzat mindig tud tenni valamit. Tehát én az elmúlt 12 év gyakorlatából mondom, hogy alig ismerek olyan ügyet, amikor az önkormányzat nem tud valamit csinálni. Olyan sosincs, hogy semmit nem lehet tenni. Ne azt mondjuk, hogy a gyógyszertár ellátás növelése terén, hanem a gyógyszerkiváltás megkönnyítése érdekében, és akkor tágabb programba gondolkodhatunk. Itt én nem fogalmaznék ennél konkrétabban, mert a polgármester jelöltünknek lesz erre vonatkozóan egy javaslat, és úgy illik, hogyha ezt ő jelenti be, nem pedig én itt kóklerként egy ilyen műsorban. Köztisztaságról pedig röviden annyit, hogy egy városnak nagyon nagy szüksége van nagy évű tervekre, programokra, de hogyha belegondolunk, ki a megyét, az országot, Európát, a világot járja, autóval, turistaként, busszal, vonattal, mindegy, ha egy településre akkor beérkezik, főtérre vagy a település táblán átlép, akkor mindig kap egy pillanatnyi benyomást, és utána azt a benyomást viszi el magával arról a településről, ezért soha nem szabad lebecsülni azoknak a helyeknek a kiemelt tisztaságát, ahova érkeznek az utasok, buszpályaudvar, vasútállomás, bejövő utak környéke, mert ha ott lát egy csúnya kartonpapírt, egy november óta el nem vitt levélgyűjteményt, vagy gajgyűjteményt, akkor attól kezdve lehet, hogy a belváros tiszta, és előre léptünk a belváros tisztasága tekintetében, de a kép ott marad az ember fejébe, és attól kezdve Pécsről ezt érzi meg. Ezért én a nagyívű programok mellett kiemelten fontosnak tartom, hogy a város jógazdaként, rendkívül szigorú jógazdaként a köztisztaságra mindig jobban és jobban figyeljen oda, és ezt nem lehet elég jól csinálni, ezt a műfajt. Itt mindig meg kell találni a kontroll, az ellenőrzés minél hatékonyabb módszerét, mert ez létkérdés ennek a városnak, hogy mindenki tisztának lássa minden oldalról. Köszönöm. Cukorús Hasalmi úr, Horváth úr. A nézői kérdést ne felejtsük. A nézői kérdés az, hogy önök szerint a város keleti része miért elmaradottabb, mint a nyugati infrastruktúrálisan? És ebbenhez hozzáteszem a saját kérdésemet is. Ugye próbálja meg valaki kártyáról pénzt levenni a Buzatértől keletre, vagy akár kártyával vásárolni is. Úgyhogy egy ilyenfajta infrastruktúráról is beszélhetünk. Tehát mondtam az imént a megszólás sorrendjét. A Tetje környéke Pécs-Tobánya lehetne, de ehhez megfelelő önkormányzati szándék is szükséges lenne. És ez nagyon nagy vonzat lenne. Sosan. Az egészségügyi feladatoknak jelentős része végeredményben az önkormányzati kötelezettség, tehát a feladatok megoldásával összefüggő problémákat, akár tetszik az önkormányzatnak, akár nem, felvállalnia muszáj. Na most az azonban kétségtelen, hogy az nem feltétlenül muszáj, hogy most pont ott azon a helyen fenntartson egy patikát, azonban azt is látni kell, hogy egy korábbi, fejlettebb, jobban ellátottabb szintről, hogyha valami leépül, az egészen biztos, hogy zúgorodást fog maga után vonni, és joggal nem tetszik az ott lakóknak.
Most közben azt is látni kell, hogy ezzel a problémával kétségtelenül nem csak ez a térség rendelkezik, mert kérdezem én, mivel magyarázható mondjuk az, hogy feltehetően nem kifejezetten városrendezési koncepciós hosszú távú elképzelések mentén alakult úgy mondjuk a hegyoldalnak a beépítettsége, ahogy alakult. Itt nekem meggyőződésem, hogy ezután az önkormányzat, ha tetszik, hanem végeredményben mindig csak utána gyalogolt, utána ment. Olyan kötelezettségeket volt kénytelen utólagosan felvállalni, amely kötelezettségek esetleg lehetővé tették volna akkor, hogyha markánsan érvényesíti azokat a rendeleteit, amelyek e tekintetben rendelkezésre álltak, hogy ne talántán a keleti városrészbe tud esetleg olyan fejlesztéseket csinálni, amit most máshol kell. Ugye hát ott a jelenlegi új terepeken, fönn a Mecsekoldalban, némelyiken egy személy gépkocsi jóformán nem fér el kerítés között, és vannak ilyen helyen is szinte villaszerű beépítések, ami önmagában pozitív. Tehát az, hogy nagyszerű és értékes ingatlanokon értékes épületek épülnek, az önmagában véve jó dolog, csak akkor, amikor ez feltehetően nem igazán a város elképzelése szerint alakul, hanem valamilyen módon úgy önállósítja magát. Horváth úr? Részben egyetértek Körömi képviselő úrral a köztisztaságot illetően. Én is azt mondom, hogy nagyon nagy prioritást kell adni a városban ennek, és 4 évvel ezelőtt a városvezetés is erre hangsúlyt tett, és itt már elhangzottak számok, hogy a ciklus elején még 70-80 millió forintot költött évente az akkori közüzemi RT erre a feladatra, és egészen friss adatok, hogy a tavalyi költségvetésben, illetve akkor már a PVVRT keretein belül több mint 200 millió forint lett elköltve. Most a nominális számokon túl ugye nagyon lényeges az, hogy ez több munkát is jelentett, tehát többször nyírták a füvet, többször kaszálták, a játszótereket rendbe tartották, a szemetet összegyűjtötték. Azzal is egyetértek, hogy ez még mindig nem elég. Tehát nyilván ezt még lehet fokozni, sőt kell is. És itt Hofbauer képviselőtársam már említette például a világ kérdését, és nagyon sok pécsi lakossal beszélgettem magam is, akik ezt feszegették, hogy miért nem világosabb Pécs, mert nem kell messze menni, hogyha Kaposvárra ellátogatunk, akkor nagy világcselepeket lát az ember a villanyoszlopokon és sok helyen. Valóban ezt lehet fokozni, és kell is fokozni, és teljesen egyetértek Körömi képviselő úrral, hogy erre oda kell figyelni. De én azt mondom, hogy ebben előreléptünk, tehát az elmúlt másfél-két évben, és főleg itt ugye az új PVVRT vezetése szintén kiemelt hangsúlyt helyezett erre a kérdésre, sokat léptünk előre, és látható, érezhető ez a fejlődés, és előre is kívánunk lépni továbbiakban is. De menjünk át erre a nézői kérdésre, amely ugye azt kérdezi, hogy miért elmaradottabb a keleti városrész a nyugatihoz képest. Infrastrukturálisan. Én értem, hogy miről szól ez a kérdés, és ebben van igazság is, de én jó magam a nyugati városrészben lakom, és egy olyan választókerületben indulok jó magam is képviselőként, amely a nyugati Mecsekoldalban van, és ott is vannak problémák. Tehát ugye ott a víz, a szennyvíz kérdése nem megoldott, nincsenek közterületek igazából, nincsenek játszóterek, ahogy említette valamelyik képviselőtársam már, hogy nincsenek járdák gyakorlatilag, tehát az úttesten közlekednek a gyalogosok a Mecsekről meg föl, nagyon veszélyes a dolog. Tehát ott is megvannak a problémák. Én értem ezt, hogy a keleti rész mégis elmaradottabb, de nem kell azt gondolni, hogy a nyugati városrészekben, a Mecsek oldalban minden megoldott. A konkrét felvetés például a bankkártyának a használata kérdése, itt közben beszélgettünk a szünetben, nem annyira tipikusan önkormányzati feladat. Valamennyire valószínűleg lehetne a pénzintézetekkel valamilyen tárgyalást kezdeményezni, hogy lépjenek ez irányba, de ez tényleg a magánszférának, a pénzintézeti szférának a kérdése. Ami igazából kompetenciája egy önkormányzatnak, ugye az az ivóvíz, a csatorna, csapadék csatorna, útkérdés, útjárda kérdés, karbantartási kérdések. Tehát ez az, de ezen kívül az életminőségben én értem nagyon jól a kérdést, és ebben van igazság, hogy a keleti városrészben az életminőséget tekintve, és ez túlmutat azért az infrastruktúrán, valóban rosszabbak a lehetőségek, mint a nyugatiban. Hofbauer úr, barát úr. Köszönöm a szót, és engedtessék meg nekem az, hogy
mindegy, a keleti város részben lakó ember, aki tulajdonképpen nap mint nap érzi ezeket az infrastruktúrális elmaradottságokat, és úgyis, mind a hatos választókörzetbe induló képviselőjelölt, hadd fogalmazzam meg azt, hogy szerintem az elkövetkezendő 4 év egyik legfontosabb feladata az, hogy infrastruktúrálisan az elmaradottabb városrészeket felzárkóztassuk. Én itt gondolok a csatornázásra, a keleti városrészben nagyon sok területen nincs egyáltalán csatornázás. Van olyan hely, ahol még a vízellátás is bizonyos értelemben problémát jelent, de nyugodtan lehetne beszélni arról, hogy Isten igazából játszóterek is nagyon-nagyon kevés van, és hogyha van, nem olyan állapotban, mint a város más részén. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen megválasztandó képviselőknek tényleg nagyon sokat kell tenni azért, hogy ezek a dolgok megváltozzanak és javuljanak, nem beszélve az utaknak a minőségéről, ami a keleti város részben a legkatasztrofálisabb. Egyszerűen vannak olyan utak, ahol nem lehet közlekedni, és feltétlenül azokat nem felújítani kell, hanem újjá kell építeni, és újat kell építeni, hogy normális közlekedésről lehessen beszélni. Ha már közlekedésről van szó, az autónélküliek számára mikor lesz könnyebb elérni tömegközlekedéssel a város határában lévő nagy áruházakat, szól a kérdés. Barát úr, a szó. Köszönöm szépen a szót. Én először kezdeném a tisztasággal. Uránvárosi lakos vagyok. Az elmúlt ciklusban ezen a téren volt fejlődés, de szóval nem elég, és főleg a külvárosokban, hogyha elhangzott, az első benyomás mindig az a legfontosabb, hogy belépünk egy városba, hogy milyen a köztisztaság. Problémát ott látom, hogy csinálják a fűnyírást. Most jön az ősz, hullik a levélzet. Az a baj, hogy lenyírják a füvet, összekupacolják, ott hagyják. Összeszedik a lombot, a levélzetet, ott hagyják, jön egy szél, széthordja. Szóval azt nem értjük, hogy miért nem lehet úgy végezni ezeket a munkákat, hogy zsákolni, elhordani, hogy ne plusz munka legyen. A közlekedéssel kapcsolatosan. Itt felvetődött a nagy bevásárlóközpontok megközelítése. Ez nagyon problémás például szombati napokon. Azért szombat délelőtt a háziasszonyok akkor mennek a vásárcsarnokba, mennek a Tesco-ba egyéb helyekre bevásárolni. Szombat délelőtt a busz közlekedés ritka, 20-30 percenként, legalábbis uránvárosi viszonylatban 20-30 percenként mennek a buszok. Szóval miért nem lehetne sűríteni szombat délelőtt a buszjáratok, épp a bevásárlások miatt? Ugye vasárnap, amikor a vásárok vannak, az egyes járat, nem hogy sűrítve van, dupla járatok indulnak. Nem tartom ezt jó megoldásnak, mivel az első busz beérkezik a busz megállóban, megtelik, a következő busz még már majdnem, hogy üresen megy tovább. Hogy akkor inkább 10 percenként indítanák a buszokat, és egyenletes volna az elosztás. Közbiztonsággal kapcsolatosan. Ott Uránvárosban, én ott lakok a 17 emeletesben, ott van egy gyönyörű szép park, tele virágokkal, szépen meg van csinálva. Pár hete, alig hogy kiültették a virágokat, egyik éjszaka vandálok kitérdesték, kiszakadták a virágot. Nem látni rendőrt az utcán, hogy ne, szóval ezeket valahogy meg lehetne fékezni. Ezeket a rongálásokat, szemeteléseket, stb. Amik történnek, virágedényeket, betonedényeket törnek össze. Szóval megtehetik, mert nincs, aki visszatartsa őket. Ott van a 17 emeletes előtt a szökőkút. Hol üzemel, hol nem üzemel. Tisztántartása. Szóval ezek a dolgok irritálják a lakókat. A másik az, hogy én megértem a fiatal gyerekeket, akik görkorcsolyával, görgeszkával ugrálnak a szökőkútra, azért márványlapos valamit tönkreteszik, stb. Hogy szóval nem tudunk mit tenni ellenük, ha szólunk nekik, akkor ők vannak felháborodva, hogy nem lehetne ezeknek a fiataloknak is egy olyan dühöngő játszóteret építeni, van ott Uránvárosban elég hely, de gondolom, hogy a város más részén, ahol ki tudnák magukat tombolni, játszani, és nem ezeket az értékeket tennék tönkre. Köszönöm.
Visszatérve itt az elemény, ugye a múlttal kapcsolatosan, mi azért úgy látjuk, hogy nagyon sok eredmény sikerült elérni a nehézségek ellenére is a városban. Azért, azért örültünk annak, hogy Pécs városa az elsők között volt a bérlakásépítések között. Igaz, hogy nem sikerült 500 lakást megépíteni, de elindultunk valahol. És nekem az a meglátásom, hogy ezt továbbra is szorgalmazni kell, hogy olcsó bérlakások épülnek, egyetértek én a családi házas építkezéssel, de addig még kispénzű emberek vannak, és csak esetleg bérlakás, tehát kell bérlakás, olcsó bérlakásokat is építeni. És arra is gondolni kell, hogy általában ezeket fiataloknak adják, hogy a költségek. Szóval nagyon megterhelik. Hogy lehetne őket esetleg arra ösztönözni, hogy megtakarítást hozzanak létre, hogy aztán tovább tudjanak lépni. Tehát ebben az önkormányzat nagyon sokat tudna segíteni, mert én nem tudom, hogy így van, de a Bókai úr talán meg tudnám mondani, hogy ezekben a lakás elég magasak a lakbérek. Én egy társas házban lakok, nevetve veszük tőle, hogy mit tudom, egy háromszobás bérlakás 8-9 ezer forintos lakbér, plusz egyéb költségek. Akkor rosszul tudom. Számok tisztázása érdekében, akkor azt kollégáljuk, mennyi a lakbér egy háromszobás? Egy két szobás komfortos, mondjuk azt, hogy 50 négyzetméteres lakás lakbére, ma szociális lakbére 5500 forint. Azt hiszem, ez mélyen mindenféle piaci árulat van. Csak a korrekció kedvéért kérdeztem. Köszönöm nálunk szépen. Nálunk a közös költség van 3000 forint egy magántulajdonú lakásba. Körömű jelentkezett az innen szólásra. Bocsánat, még egy kiegészítés, a közös költségeket és egyéb hozzájárulás az önkormányzat fizeti. Ja, az a szociális bérlakásokban. Igen. Miután az időnk vége felé járunk, én nem szeretném elvenni a csapattól. Nyilván lesz egy záró kérdés. Nem igazán, simán jó. Fut ki. Jó, akkor sem szeretném arra kérek önöket, hogy rövidek legyenek, mert összesen van 25 percünk, 20 percünk, és most egyszerűen megindultak a kérdések. A város keleti részén miért rosszabb az infrastruktúrális ellátás? Én röviden válaszolnék. Ha a saját, mármint pécsiek fejébe úgy helyezik el a keleti város részt, hogy ott valami miatt nehezebb helyzetben van, mint a többi, akkor ez így is van. Ne keressük ennek most az okát, mert akkor valóban kifutunk a műsorból. Egyszerűen, ha azt gondoljuk, hogy keleti város rész nehezebb helyzetben van, akkor ez biztos így van. Ezért én egyetértek Hobbauer képviselő úrral, hiszen láthatóan az aktivitás, a lakossági aktivitás viszont éppen itt nőtt meg, leginkább az elmúlt 4 évben Vasason, Hirden, Somogyba, Pécs, Szabolcsa, Pécsbányán, akkor ezeket helyi programokat támogatni kell, a csatornázás folytatása az rendkívül fontos, ám számoljunk be egy örömteli hírrel, hogy szintén a polgári kormány jelentős 60%-os támogatásával végre sikerült egy jelentős csatornázási programot elindítani a ciklusban, és be is fejezni Szabolcsfaluba, ami egészen kivisz egészen az ipari parkig, tehát előrelépés történt, de valóban a következő 4 év legfontosabb teendője szerintem a városi politikába vagy a városi közéletbe, hogy a keleti városrész megnőtt aktivitása mögé álljon oda a közgyűlés is, és próbálja meg ezt a városrészt továbbfejleszteni és a városi szintre felhozni. Kedves, nézzünk vissza SMS-ezet, vagy valaki más SMS-ezet, hogy a Magaslati és Surányi utakon minden élelmiszerbolt bezárt, téves volt az információ. Bóka úr. Én nem a Magaslat és a Surányi útról beszéltem, hanem a Tettye mellett működik egy élelmiszerbolt, jövünk lefelé, akkor a Tettye sarkán működik egy élelmiszerbolt, az Ótemető utcában működik egy élelmiszerbolt, és a Kálváriára nézve szintén működik egy élelmiszerbolt. Ezek mini ABC-k, tehát nyilván nem fognak vetekedni soha egy olyan, mondjuk nagyobb önkiszolgálóval, mint ami Kertvárosban található, de nem említem a Tesco-t és egyébeket. Tehát erről 4-ről biztosan tudok, valóban a Magaslat úton volt egy élelmiszer volt bezárt, nem bírta a versenyt ezekkel a nagy áruházakkal. Az imént volt egy kérdésünk, hogy az egyedül élő mozgássérültek számára készülnek-e. Ha esetleg visszakapnánk, persze most közben elfut egy másik, azt felolvasom. Az urak utaztak-e kánikulában Mercedes buszon, ugyanis nyáron is fűtik egy ilyen minőségű járművel, biztos légkondicionál, csak tudni kellene átállítani nyáron. Hát ez inkább vélemény, mint kérdés.
továbbítani fogjuk az illetékesek felé természetesen. A kérdésünk: a hozzátartozó nélküli mozgássérültek számára terveznek-e bentlakásos otthont létrehozni a következő 4 évben? Ez természetesen mindenkié a kérdés. Meg lehet szólalni nyugodtan. Ha szólalhatok annyit, hogy hát a szociális otthonokban ilyen szerepe van a szociális otthonokban, tehát ott a hozzátartozó nélküli mozgáskorlátozottakat helyezik el. Most nem tudom, hogy az illető kérvényezte, vagy nem kíván szociális otthonba menni, tehát van erre lehetőség, sőt úgy tervezzük, hogy a 120 lakásos épület tömbben lesz a mozgáskorlátozottak számára. Építünk a legalsó szinten nyilván azért, hogy kerekes kocsival könnyen tudja mozolni ilyen típusú lakásokat. Köszönöm. Köszönöm. Tudjuk, hogy október 20-án választás lesz, tehát nem véletlenül ülünk itt. A Fidesz Magyar Polgári Párt, a Demokrata Fórum, az MKDS és a Fidelitas közös képviselőjelöltjeinek és polgármester jelöltjének az egyik legfontosabb programeleme a lakásügyek jelentős előremozdítása lesz. Nevezhetjük ígéretnek, inkább én feladatnak mondanám. Feladatunk az lesz, hogy a 98-a beígért 500 szociális bérlakást, amennyiben a megyesi kormány fönntartja a szociális bérlakás építési program támogatását, ezt befejezzük. Amennyiben nem, akkor is kell építeni szociális bérlakást, de akkor a számokkal csínyán kell bánni, és őszintén meg kell majd mondani a városnak egy-két héten belül, hogy akkor viszont mennyit lehet vállalni. De az biztos, hogy újraindítjuk a 96-ban leállított első lakáshoz jutók programját, azaz készpénzzel, kamatmentes kölcsönnel, készpénzzel támogatjuk legalább 1 millió forint értékben azokat, akik családi házat kívánnak építeni. Az biztos, hogy folytatjuk a lerobbant állapotú lakások helyrehozatalát és ide bérlők elhelyezését, illetve itt jön a kérdésre a válasz, illetve most már a városnak valóban nagyon speciális, akár úgy is mondhatnám réteg programokra is oda kell figyelni, és nagyon pontosan meg kell nézni, hogy kiknek miért rontja az életminőségét a lakáshelyzetük, és ebben valóban az egyedülálló mozgáskorlátozottaknak kiemelt figyelmet kell szentelni, azaz a nagy programok mellett réteg lakásprogramokat is el kell, hogy indítsunk, de természetesen szintén folytatni fogjuk az, ami 94-ben megszakadt, a telkesítési programot, ennek akkor de Blasio Antonio képviselő úr volt a program gazdája, tehát a tömblakásos, panellakásos helyeken újraindítjuk a telkesítési programot, azaz ingyen tulajdonhoz juttatjuk ezeket a tömblakásokat a körülöttük lévő kialakítható telkekkel, és azon belül nyilván az építésügyi jogszabályoknak, törvényeknek, helyi rendeleteknek megfelelően maguk gazdálkodhatnak, kicsit kibővül az életterük ezeknek a házaknak. Ezek a legfontosabb ígéreteink, de inkább azt mondom még egyszer, feladataink a következő 4 évben, amennyiben a választáson megfelelő támogatást tudunk kapni. Hova erről cukorútból? Bokai úr, bocsánat, lassulok. Körömi úrhoz kapcsolódva, és nagyon röviden, mert tényleg rövid az időnk, feltétlenül a civil koalíciónak is az a programpontja, hogy ezeket a réteg lakásigényeket valamilyen féleképpen megoldjuk és előmozdítsuk. Itt feltétlenül kell beszélnünk a nyugdíjas ház, vagy a nyugdíjas házhoz hasonló elhelyezésnek a bővítéséről és annak a lehetőségéről, mert nagyon-nagyon erős igény mutatkozik ez irányba. Ezt mindenképpen támogatni kívánnánk, és én a lakásba is fejezem tovább, adom a szót. És közben van egy kérdés, hogy gondoltak-e önök arra, hogy az önkormányzati lakásokat leasing formában értékesítsék? Elviekben még nem tudjuk, hogy milyen városvezetés lesz az önkormányzati választások után, de bárki is lesz az, egyen tudomásra kell vennie, és egyen számolnia kell, hogy a mozgáskorlátozottak részére és a fogyatékosok részére meg kell oldani az elhelyezést és az ápolást, mert jelenleg Pécs városában ez nem megoldott, legalábbis a megoldás kimondottan szegényes. Bokai úr.
Köszönöm szépen. A lakásprogramot, mint hogy elkezdtük, folytatni is fogjuk, tehát örömmel láttuk volna korábbi időszakokban ezeket a kezdeményezéseket, de sajnos nem. Tehát ez egy teljesen új program volt. Amit most eddig tettünk, ez is egy réteg program, hiszen pontosan illeszkedett a felvető kölcsönökhöz. Azért építettünk szociális bérlakásokat, mert van a társadalomnak kb. 30%-a nem képes lakást, saját tulajdonú lakást megvásárolni, hitelből, bármiből felépíteni, és ennek a rétegnek muszáj megadni. Ez az 1 millió forintos támogatással nagyon sokszor foglalkoztunk mi is, de mindig arra jutottunk, hogy ha valaki mondjuk egy ilyen 6-7 millió forintos új lakást vásárol, és ahhoz csak 1 millió forint kéne, akkor nagyon jó. De ha végig gondoljuk azt, hogy ez egy kamatmentes kölcsön, és valaki egy 20 millió forintos családi házat, vagy egy 30 millió forintos családi házat épít, miért ne venné föl? Milyen alapon mondanak neki, hogy nem adjuk oda ezt az 1 millió kamatmentes kölcsön, és ezt nem tartjuk jónak. A mi elképzelésünk az, hogy egy olyan rendszer dolgozunk ki, hogyha valaki rendelkezik egy minimális összeggel, akkor ez az összeghez az önkormányzat egy készkezesség vállalással építene lakásokat, úgyhogy az OTP felé vállalnánk ezt az elkötelezettséget, és azt mondjuk az illető 10-15 év múlva hozzájut a lakáshoz. Ez azt jelenti, hogy ő nem hitelképes, tehát ennek a társadalmi rétegnek biztosítanánk. A programunk másik elképzelése, hogy... Tehát ez nem olyan, mint az iménti kérdés a leasinggel? A leasingre is válaszolok. Egy pillanat, tehát a leasingelés az most is folyik. A leasingelés azt jelenti, hogy azokban az épületekben, ahol az önkormányzat egy, esetleg két lakással rendelkezik, ezeket folyamatosan hirdetjük, üres lakásokért adjuk el, és azért olcsóbb, mert általában eléggé lerobbant lakásokról van szó, és kedvelt dolog is. Ezt az összeget viszont megint lakások építésére forgatjuk vissza, illetve ha tudunk, akkor lakások visszavásárlásra forgatjuk ezt az összeget. Még egy dolgot, amit végig gondoltunk, és nagyon komolyan szeretnénk támogatni, hogy szakítunk ezzel az erőltetett kormány által ránk kényszerített ilyen fecskáz építési programmal, és most olyan lakásokat szeretnénk építeni, hogy egy szoba és minimum két fél szoba. Azért, hogy egy négytagú család kultúrántan tudjon ott élni, sőt, ugyanabban tömbbe szeretnénk esetleg háromszobás lakásokat építeni, éppen azért, hogy nagy családosok is tovább tudjanak lépni. Sasalmió. És mondom önöknek az időt, hogy 5,5 percünk van. Igen, hát én úgy gondolom, hogy alapvetően az volna célszerű lakáspolitikai szempontból, hogyha az önkormányzat több lábon tudna állni. Na most én, amit jelen pillanatban megoldhatónak látok, és a legfontosabbnak látok az, hogy a szociálpolitikai bérlakások, tehát a szociális bérlakásoknak a helyzetét még tovább javítani, tehát az, ami egy folyamat volt eddig, gyakorlatilag az még tovább folytatni. Azt én el tudom fogadni, hogy végeredményben azokat az ingatlanokat, azokat a bérlakásokat, amelyeket már akár felújítással is nehéz volna az önkormányzatnak olyan állapotba hozni, ahogy kellően kultúrát, körülményeket tudjon teremteni, azt adott esetben eladja, főleg akkor, hogyha mondjuk az az önkormányzati bérlakás a helyéből adódóan a tényleges értékéhez viszonyítva, mármint lakhatósági értékéhez viszonyítva esetleg többszörösébe kerül. És ebből következően pontosan ennek révén olyan forráshoz jut, amelyikkel másik szociális bérlakást tud építeni. Én, ami olyan rétegeknek a lakásellátását illeti, hogy nehez mozgásképtelenek, esetleg lépcsőkön nehezen tudnak járni, ugye az nyilván az összvolumenhöz tekintve viszonylag kismértékű, ezt is természetesen az önkormányzatnak mindenképpen fel kell vállalni. Körülményeket szólt. Mindannyian tudjuk, hogy ha egy város épít lakást valakinek, vagy ha egy család önmagának épít lakást, az utóbbi az olcsóbb. Ne bontsuk ki miért, ez mindig így van. Ezért mi azt mondjuk, hogy valóban folytatni kell a szociális bérlakás építést, de a hangsúlyt a családok építésének támogatására kell adni, és természetesen a rendeletünk úgy működött 93 és 96 között, és ezt kívánjuk folytatni, hogy meg lehet szabni, hogy milyen szobaszámig, mekkora beruházási költségig, mekkora alapterületig tudja támogatni a város, és ennek a kontrollját is ki tudtuk alakítani, ez egy működő rendszer volt, azaz nyilván csodapalotákat a város ezután sem támogathat, mi se szándékozunk, azonban egy átlag végterű, átlag bekerülési költségű családi ház építést indokolt, hogy a város segítsen kamatmentes kölcsönnel. Ez a program lényege. Így van.
Választhatok? Persze, meg van. Nyilván. Köszönöm szépen, én csak annyit választolnék, hogy akkor miért van az állami kedvezményes kamatozású kölcsön? Miért van az, hogy 4-6%-os kölcsön lehet hitelhez jutni, hosszú távú hitelhez, ha még plusz ez az önkormányzatnak kamatmentes kölcsönt kell adni? Szerintem a két dolgot össze kell illeszteni, és akkor lesz hatékony. Van egy társadalmi réteg, amelyik ezt a kölcsönt igénybe tudja venni, és az ön által mondott lakást önmaga számára meg tudja építeni, de van egy társadalmi réteg, akinek segíteni kell, aki nem tudja megvenni, sőt, hitelhez se jut, mert nem képes. Neki kell biztosítani az olcsó szociális bérlakást. Amikor a keresetébe, életvitelébe előre megy, és annyira megerősödik anyagilag, akkor ő tovább tud lépni, és akkor meg tudja ezt teremteni. Szerintem a két dolog nem mond egymásnak ellen, két dolog összehangolt program. Kedves uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy a stúdióba fáradtak, és megosztották egymással véleményüket, kedves nézőinkkel megosztották véleményüket, és elbeszélgettünk az említett témákról. Természetesen sorozatunk folytatódik, arra kérem kedves nézőinket, hogy tartsanak velünk kedden is, szeptember 24-én, amikor este 8 órakor az oktatás lesz a témája egy hasonló körben lefolytatott vitaműsornak. Természetesen más vendégeink lesznek, hiszen ez egy külön szabály, hogy egy szervezet egy főt delegálhat egyszerre csak egy ilyen műsorban. És arra kérem önöket, hogy tartsanak majd velünk, és tegyék fel kérdéseiket. Még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételt, nézőinknek a türelmet. Jó éjszakát! Köszönöm.